Előfordult már veled, hogy gondba voltál, milyen bort is vigyél ajándékba? Vagy esetleg egy házi buliba? Vagy talán az étteremben teljesen feszélyezve érezted magad, és kínosan, mert nem tudtad, milyen bort is válasz? Üdvözöllek a Tanulj a borokról podcastben. Egy podcastben, amely nem csak a borról szól, de rólad is, hogy számodra elérhetővé tegyem a tudást, melyet bárhol kamatoztatni tudsz. Tekints engem egy olyan zsebszommeliernek, és hagyd, hogy segítsek neked meghozni pár döntést. Szeretném, ha magabiztosabban mozognál a borok virágában, és hogy ne nagyon érezd magad görcsösen, amikor a borokra telelődik a szó. Ez legyen egy közös tér, ahol a tudás egyben szórakozás is. Az én nevem Dóra, tájai borász és a Déve borok készítője. Üdv nálam! Szia, és üdvözöllek egy újabb podcast epizódban, és ebben a részben másról lenne szó, mint Grúziáról. És hát ugye, hogyha valaki kicsit azért már ismer, vagy olvasta már így a blogposztjaimat, vagy korábbi videókat, akkor azért tudhatja, hogy nekem hozzám egyébként Grúzia nagyon közel áll, hiszen éltem is Grúziában 2 évet. És annak idején, amikor Ázsiában éltem, ázsiai kalandozásaim, utazgatásaim során kerültem Grúziába még 2018-ban, és akkor én még azt tudtam, hogy létezik egyáltalán ilyen ország, hogy Grúzia, és hatalmas a meglepetés volt, amikor oda kerültem, és nagyon sokat, természetesen sokat utazgattam ott a környéken, a hegyekben, ott voltam, különböző helyeken, helyeket bejártam, és amilyen teljes mértékben oda voltam az a gasztronómia, és természetesen maguk a borok is, hiszen hogyha már az ember ellátogat, akkor és tudja, hogy van valamilyen hagyománya a borkészítésnek, akkor természetesen ez létemre az első, hogy megkóstolom az adott országnak a borait, különlegességeit. Na, de elsősorban szerettem volna egy kicsit még Grúziáról mesélni. Grúzia egyébként a Kaukázisokban, a Fekete-tenger partjainál található, és régen ugyanúgy a Szovjetunióhoz tartozott. Ennek nyomai még mindig nagyon mai napig felfedezhetőek, sőt egyébként a nagyon régi generációk, tehát a régi nagyik és papik, ők teljes mértékben oda vannak Sztálinér, és tényleg hatalmas nagy kultusza van az ő személyiségének, és nem hiába, amikor az ember ellátogat akár mondjuk helyiekhez, és ott lóg a Sztálinnak a portréja a falon, akkor ez kicsit úgy az ember megörökönyödik ezen, hogy úristen. De szerencsére azért a fiatalabb generáció már azért ezzel nem így van. Egyébként Oroszország határolja északról, ugye ott van Törökország, Örményország, illetve Azerbajdzsán. Maga az éghajlatáról rendkívül változékony, hiszen szubtrópusi, illetve hegyvidéki is az éghajlata. Nyilván, ahol a Kaukázus húzódik, ott van a hegyvidéki éghajlat van, és az képest, hogy nem picike országról beszélünk, az éghajlat rendkívül változékony. És tényleg a nyarak általában nagyon melegek, nagyon forrók, viszont a telek azok viszonylag gyengék, ilyen enyhék. Én például Tbilisziben éltem a fővárosban, az inkább ilyen délebbre található, és szinte nem is igazán volt hideg úgy a tél, tehát ilyen még pár fok. De hogy így nagyon nem voltak ilyen mínusz fokok, mínusz alá sosem, nulla alá sosem ment a hőmérő. És nagyon változik, hogy maga az országnak a klímája, nyilván rengeteg mindent lehet csinálni, tehát lehet síelni télen, lehet, hogy az ember tengerpartra vágyik, akkor elmegy Batumiba, és ott lubickol a tengerbe, akkor, hogyha a hegyet akarsz mászni, akkor mész a Kaukázusokba, hogyha egy kicsit sivatagosabb részre vágysz, akkor ott is van erre lehetőség. Szóval egy nagyon-nagyon változékony, ennek a kicsi országnak így a területi, a földrajzi adottságai is rendkívül változékonyak és különlegesek. Úgyhogy mindig csak ajánlani tudom abszolút Grúziát. És természetes, hogy az ember, amikor ellátogat,
és ott él huzamosabb ideig, akkor az volt az első, hogy szerettem volna megismerkedni így a grúz hagyományokkal, a kultúrával, az emberekkel, gasztronómiával, és ott derült ki számomra igazából, hogy az egész szőlőtermesztés, borkészítés hagyománya, tradíciója az innen gyökerezik. És nem Olaszországból, meg nem Franciaországból sokan gondolják, hanem pont erről a környékről, a Kaukázus környékéről, hiszen több ezer éves hagyománya van a borkészítésnek, több mint 10 000 évre nyúlik egyébként vissza, és éppen ezért nem meglepő, hogy amikor elmegy oda az ember és kóstolja a borokat, akkor meg is lepődik, hogy hú, hát ezek egészen elképesztő borok. Hagyományos grúz szőlőfajták kevésbé ismertek a világon, tehát ott nem igazán termesztenek nagyvilági fajtákat, mint például Chardonnay-t vagy Cabernet-t, Merlot, hanem saját szőlőfajtáik vannak, és több mint 500 féle szőlőt termesztenek, de ebből igazából ilyen 38-40 termesztenek kifejezetten kereskedelmi borkészítés céljából. És a grúzborokat a régió, vagy falu, vagy bizonyos kerület szerint is megnevezik, és többnyire két vagy több szülőfajta házasításából készítik. Egyébként lehet szárazborokat is, nyilván a legtöbb bor az szárazbor, de vannak egyébként félédes édesborokat is készítenek. Egyik legismertebb szőlőfajta az úgynevezett Saperavi. Saperavi egyébként gazdag, sötétvörös borokat készítenek belőle. Nagyon alkalmas, hosszú távú érlelése, akár 50 évig is, azt nem tudom pontosan, de ezt mondta az egyik borász, hogy tényleg 30-40 évig is akár eláll a Saperavi. Nagyon magas az alkoholja, nagyon magas alkoholszintet tud ugye biztosítani, és széles körben használják ugye házasításhoz is. És Saperavi az egyik legalapvető szőlőfajta így az országban. Én is nagyon szeretem magát a fajtát. Én kicsit egyébként rendkívül karakteres, erős bor. Rendkívül nagy struktúrája van, textúrája van. Tipikus bogyós gyümölcsök, mint libizli, meg szeder, kicsi cseresznye, esetleg szilva aromákhoz hasonlítanám a Saperavit. Rendkívül erős, karakteres, mély színű, ilyen bíbor vörös színű maga a bor. Nagyon jó iható, magas alkohol, tehát abszolút egy abszolút kedvenc. Saperavi bort természetesen szintén szokták kverrikben készíteni, de ugyanúgy reduktív technológiával is ezek készítenek, szóval próbálják össze, most már azért összekombinálni az európai borkészítés technológiát a grúz technológiával, tehát ugyanúgy ott is vannak természetesen ilyen nagy multik, vagy ilyen nagyobb borászatok, amelyek inkább az európai technológiát részesítik előnyben. Ott is vannak természetesen modernebb borászatok, ahol szintén hűtető-fűthető tartályokat használnak, és kevés hordót, és inkább próbálják ezt a frissességet közvetíteni. De nyilvánvalóan én, ahol megfordultam, azok általában mindig ilyen kisebb borászatok voltak, főleg inkább ilyen családi, és ezek nyűgöztek le leginkább. A Saperavi után a Mezzvána az egyik másik legfontosabb szőlőfajtájuk. A Mezzvána egyébként angolul zöldet jelent, és a grúzborkészítés nagyon fontos szőlőfajtája. Gyakran házasítják egyébként a Racchettelivel. Rendkívül aromás, gyümölcsös egyensúlyt hoznak a borhoz, illetve készíteni, hangsúlyos és gyümölcsös borokat lehet belőle készíteni. A Racchettelli szintén egy másik fontos szőlőfajta a borkészítés során. A Racchettelli egyébként Grúzián kívül is termesztenek, különösen a volt Szovjetországokban, de Törményben, Azerbajdzsánban is. És a Racchettellinek is inkább ilyen zöldfűszeres, paprikás ízjegyei vannak. Rendkívül száraz borokat, száraz fehér borokat készítenek belőle. Egyébként maga a Mezzvána, illetve a Racchettelli is száraz fehér bor. Tehát a Saperavi pedig vörös bor. Csak olyan nem tudom, hogy ezt most elmondtam el. De hogy tudd azt, hogyha esetleg jársz Grúziában, és ott van, hogy Mezzvána, akkor tud. A másik, azok az emberek, akik nagyon szeretik esetleg az édes borokat, annak mindenképpen tudom ajánlani a Kinzmaraulit. A Kinzmarauli egy kiváló minőségű, természetes fél édes bor,
és szintén nagyon-nagyon sötét, már már ilyen rubin vörös színű, szeparálvi szőlőből készül egyébként, amelyet kvarelli körzetben készítenek, a Kaukázus hegyei lejtőin. És egy érdekes, hogy ugye édes bor egyébként, és ez az egyetlen édes boruk, amit készítenek. A grúz borok hagyományosan úgy készülnek, hogy belül a tüzet raknak, és belekenik, impregnálják mély viasszal, hogy elérjék a megfelelő mikrokivonatot belülről. Ezt azért csinálják, hogy megvédjék a bort belülről a külső környezeti hatásoktól. Ez a fermentáció, az eljedés következtében felmerülő esetleges akadályoktól. És ezután ásnak egyébként egy mély gödröt, és amiben beletemetik ezt a kvevrit, külső részét habosított mészsel, cementtel vagy homokkal vonják be, és nyokig eltemetik teljes mértékben a kvevrit. Kvevri egyébként azt jelenti, hogy eltemetett. Ez egy tulajdonképpen egy agyag edény, amely képes használni a szezonális hőmérsékletet a maga módján. Tehát amikor össze leszületelik a szőlőt, általában zúzzák, bogyúzzák, vagy még az se, hanem beleteszik ebbe a kvevribe, és tulajdonképpen a bor elkezd erjedni. Ugye elindul az erjedés ősszel, télen ugye nyilván lecsökken ilyenkor a hőmérséklet, pihen a bor, majd pedig tavasszal megindul újra, és megindul az erjedés, és egy ilyen csendesebb erjedésen megy keresztül. A tél nyilván arra való, hogy kicsit lecsillapodjon a bor, és segítse a stabilizálást, és tavasszal, amikor újraindul, akkor tulajdonképpen akkor erjed ki a bor teljesen szárazra. A napjáraton tényleg nem csinálnak vele semmit, tehát nem használnak faillesztőt, semmiféle kémia anyagot, hogy beinduljon az erjedés. A napjáraton nagyon minimálisként használnak, tehát igazából mielőtt beleteszik a bor, vagy a szőlőt, előtte ki szokták kínezni, illetve a palackozás előtt kap még egy kis kéne alapjáraton, megpróbálják a lehető legkevesebb kénhasználatot alkalmazni. És tulajdonképpen egészen minimum 9 hónapig hagyják híjon erjeszteni tulajdonképpen ezeket a borokat, a hagyományos borkészítés során, de ez eléggé hosszú idő. Amikor ugye erjed, ugye folyamatosan a bogyó híjából kioldulnak a szín aromaanyagok, amely során a bornak a színe ilyen narancsos színű lesz, innen is ered a narancsbor elnevezés. Maga a narancsbor, a grúz narancsborok skálája nagyon széles körű, tehát én viszonylag sok narancsbort kóstoltam, és azért nyilván azok a kvevris narancsborok, amelyek kocsánnyal érintkeztek, tehát nem volt egyáltalán így nagyon zúzva-bogyózva, tehát lebogyózva a szőlő, hanem egyből volt feldolgozva, azok jóval harsányabbak voltak, tehát a tanninok, a polifenolok nagyon erősek voltak, és kicsit széthúzósabb volt a szájban az ízérzet. Én jobban szeretem azokat a narancsborokat, amelyeket lebogyózták, és úgy tették Vevriben, és úgy erjedt hónapokon keresztül, és mint mondtam egyébként palackozás előtt, tehát nagyon nem is használ az derítést, se szűrést, derítést, úgyhogy szintén egy ilyen opálosabb, kötösebb maga a bor, és ilyen narancsos színt kap. Én jobban szeretem egyébként az efféle kveriket, nagyon-nagyon ritkán, de vannak olyan kveri narancsborok, amelyeket hordóba is raknak, tehát kap egy kis hordós érlelést, nyilván ad hozzá egy kis krémességet a borhoz. Ezeket is érdemes kóstolni. Egyik kedvenc borászatom Grúziában a Sadmeli nevet viseli. Egyébként ez egy kis település, Racsa régióban található, hogyha esetleg arra jársz, akkor mindenképpen ajánlom ezt a kis családi borászatot. Egyébként van vendégházuk is, úgyhogy nagyon kis csakaros vendégházuk van, úgyhogy én most tudom, hogy pár napot azért ott eltöltöttem, és nagyon sokat kóstoltunk, sok bort. Természetesen ők is ilyen vegyes technológiát alkalmaznak, tehát van természetesen kvevriük is, de a kvevrit egyébként erjesztésre használják. Nem is tartják olyan sokáig a bort a kvevriben, hanem utána áttöltik acéltartályba, és utána ott fejeződik be az erjedés,
viszonylag van egy pár tétel, amit fahordóba is tesztek, szóval igazából ilyen vegyes technológia, de alapjáraton tényleg nagyon jó szeparávikat készítenek, és természetesen nagyon, nagyon finom borokat kóstoltam ott. Amit még természetesen mindenképpen ajánlani tudok Grúziában, az a gasztronómia, hiszen rengeteg nagyon-nagyon jó ételük van, ilyen például a kinkáli, ami a kedvencem, a kacsapuri, szóval van egy, nagyon szeretik egyébként, a kacsapurinak van több változata is, hiszen a húzok imádják a sajtot, nem is tudom hányféle sajtot termesztenek, meg készítenek, nagyon sokat, és sajtot sajta lesznek konkrétan, úgyhogy nagyon érdekes. Úgyhogy abszolút tudom csak ajánlani Grúziát, mert nekem tényleg a kedvenc országaim közé tartozik, és azért mivel, hogy ott is éltem, ezért is áll hozzám olyan közel. Egyébként Budapesten van két étterem is, grúz étterem is, az egyik a Hachapuri, természetesen nyilván a magáról az ételről nevezték el, a másik pedig a Tifilisu. Én a Hachapurit ajánlom inkább, ott lehet igazából ez a tipikus grúz gasztronómiát, ételeket kóstolni, illetve van a természetesen borok is, úgyhogy abszolút ajánlani tudom. Ennyi volna ez a kis rövid rész Grúziáról, hogyha bármiféle kérdés van, vagy szeretnétek többet tudni róla, akkor mindenképpen fogok még róla beszélni, illetve a borokról is. És igen, hogyha esetleg szeretnél még van lehetőség piknikre is jelentkezni, még augusztus végéig, még egy pár hét azért még van, mielőtt megkezdődik a nagy sulis élet, úgyhogy, hogyha esetleg bármiféle, vagy bort szeretnél vásárolni, azt is lehet. El lehet látogatni a www.divabor.com oldalra, és nézz körbe csak úgy, hogyha úgy van. Szóval ennyi lett volna ez az epizód, és nyugodtan fel lehet iratkozni, és ha tetszett ez a rész, akkor mindenképpen oszd meg másokkal is. További szép napot, puszi!